Az álmokat nem a mennyiség, az arctalan tömeg vagy a magányos egyén képes valósággá tenni. A koncert kezdése előtt Balogh László, Nagykanizsa polgármestere mondott köszönetet a vegyes kar munkásságáért, majd egy díszoklevelet adott át Cseke József karnagynak. Ez a dal és ének szólaljon meg önökben ma este, tisztelt hölgyeim és uraim. A szabadság a szabad lélek dalaként, melyet a 45 éves városi vegyeskarunk közössége pendít meg bennünk, felidézve méltó hőseink lelkületét és tettét. Énekszóval, a szellem nyelvén szólva emlékezzünk ma 56-ra, a diákokra, a munkásokra, az asszonyokra. A fellépést eredetileg márciusra tervezték. A vegyes kórus akkor mutatta volna be Üzenet című új lemezét. A CD-n 70 percnyi, 22 számból álló olasz madrigálok szólalnak meg, valamint angol, magyar, orosz, német, olasz és lengyel szerzők művei is felcsendülnek. Ez egy nagyon komplex évforduló, mert a CD bemutatást összekötjük a kórusunk alakulásának 45 éves évfordulójával. 1975 őszén alapította meg a kórust Poszavecné Aranyida alapító karnagyunk, és azóta töretlenül folyamatosan működünk. 1997 óta, mint Nagykanizsa város vegyeskara. A kórustagok elárulták, sokan nem tudtak részt venni a hangversenyen. A próbákon igyekeztek minél többször megjelenni, és bár a vírushelyzet nem könnyítette meg feladatukat, így is nagy sikert aratott a jubileumi fellépésük.